Köszöntöm Önöket itt a Klinika magazinban. Dr. Fülesdi Béla egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum tanácsa nagy többséggel választott a centrum elnökké április 9-én. Az új vezetővel rendhagyó módon nem stúdiónkban, hanem dolgozószobájában beszélgetünk. Köszöntöm Önt itt a műsorban. Elnök úr, sikerült már belakni az új szobát, az új környezetet, hiszen július 1-jével hivatalosan, ugye július 1-jétől a vezetője az egyetemnek. Szopogatom az új környezetet, inkább azt mondanám. Ugye a induláskor olyan sok új feladat várja az embert, hogy igazán az új irodát nincs is ideje megszokni, de szopogatom a környezetet, köszönöm. És hát ugye nem egy irodai ember egyébként Ön, tehát hogyha jól tudom, a legkevesebb időt az irodájában, dolgozó szobájában tölti. Igen, valóban az én szakmám nem olyan, amit a irodában lehet művelni, nem elméleti, hanem inkább gyakorlati jellegű szakma, úgyhogy hát ez ennek a feladatnak az egyik legnagyobb nehézsége is lesz a számomra, hogy hogyan fogom a súlypontokat áttolni egy kicsit az adminisztratív feladatok irányába a mindennapi gyakorlati feladatoktól. No, hát azt ugye tudjuk arról, hogy szinte a teljes életpályája a Debreceni Egyetemhez kötődik. Milyen érzés Önnek az egykori alma matert igazgatni? Hát fantasztikus érzés, amire egyébként soha nem számítottam, hogy egyszer el fogok kerülni ide. Nekem édesapám is ide járt erre az egyetemre, és aztán 56 után került ki egy kis szabolcsi körzetbe körzeti orvosnak, úgyhogy én már úgy nőttem fel, hogy tulajdonképpen a betegellátás mindennapjaiba csöppentem bele, mint körzeti orvos gyerek, és érdekes módon nagyon sokáig bölcsész akartam lenni. Én nem terveztem soha orvosi pályát, és tulajdonképpen a gimnázium negyedik osztályában döntöttem el, hogy végül is mégis orvosi pályára fogok jönni. Nem minden szülői presszió nélkül jegyzem meg. És hogy az élet mennyire ismétli magát, az én kisebbik lányom, aki most immár negyedéves itt nálunk az Orvosi Egyetemen, ő is művészettörténésznek készült, és ő is ugyanebben a utolsó pillanatban hozta meg a döntést, hogy orvos lesz, de azt hiszem, hogy nem bántam meg. Mikor végzett, hogyan telt a szakmai élet útja, hogyha erről mesélne nekünk egy kicsit? Nyíregyházának Rudi gimnáziumban érettségiztem. Azt követően volt még egy ilyen előfelvételis időszak, amikor már megmondták az embernek, hogy következő évben felvételt nyer, és egy évet Nyíregyházán dolgoztam a Jós András kórházban, mint ilyen beteghordó nővérnek, nem mondhatom fivér, ugye, és aztán utána 88-ban végeztem el itt a Debreceni Orvostudományi Egyetemet, akkor még ugye így hívták. Anesteziológiai és intenzív terápiás tanszék vezetőjéből lett ugye az egyetemnek, az OEC-nek az elnöke. 2007-ben nagyon nagy fejlesztések történtek ugye a tanszéken, most erről fogunk látni egy bejátszást. A Debreceni Egyetemen önálló anesteziológiai és intenzív terápiás tanszék 1999-ben alakult, Urai Éva professzor vezetése alatt. Ennek feladatai az általános orvosi kar graduális képzése magyar és angol nyelven, a posztgraduális képzés és szakvizsgáztatás folytatása, az intenzív szakápoló képzés, valamint az egyetem egészségügyi főiskolai karán ekkor szerveződő mentőtiszt képzés keretein belül az intenzív terápiás alaptanterv kidolgozása és oktatása volt. 2002-ben az egyetem belső szabályozásának megfelelően a tanszék vezetői posztján váltás következett be. A meghirdetett vezetői posztra két pályázat érkezett, melyek közül Fülesdi Béla egyetemi docens pályázatát fogadta el az egyetemi vezetés. 2003-ban nevezte ki tanszékvezetőnek, akkor még az egyes anesteziológiai egységek külön-külön klinikákhoz tartoztak, és bizony az egyes klinikáknak, különösen szabadságolási időszakban, hogyha valaki gyesre ment, akkor komoly utánpótlás gondjaik voltak. És ezért akkor döntött úgy a akkori egyetemi vezetés, hogy egy közös tanszékbe egyesíti valamennyi anesteziológiával és intenzív terápiával foglalkozó kollégát. Az éves betegforgalmunk az
ezeken az intenzív osztályokon több ezres, de ugye az anesteziológiai tanszékhez tartozik a szívsebészeti intenzív felügyelete, illetve az égésebészeti intenzívnek a felügyelete is. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy például a altatások vonatkozásában, illetve a műtéti érzésnehítések vonatkozásában olyan évi 20 ezer beavatkozásra lehet számolni. Az intenzív osztályunk betegforgalma az ugye attól függ, hogy milyen típusú beavatkozásokat nyújtunk. 2007-ben jelentős infrastruktúrális fejlesztés történt a DEOEC területén, amely az anesteziológiai ellátást is érintette. Az Augusta központ területén kialakult a hasi, mellkas, ér- és idegsebészeti ellátást egybefoglaló központi műtőblokk és egy összességében 26 ágyas intenzív osztály, valamint az anesteziológiai és intenzív terápiás tanszéki infrastruktúráját és orvosi szobákat tartalmazó épületszárny. Az egyéb sebészeti szakmák ellátása továbbra is pavilonrendszerben egységvezetők irányítása alatt működik. A munkatársak folyamatos képzésével és továbbképzésével magas szintű szakmai munkát biztosítanak, valamint a szakma új, korszerű és a betegek biztonságát javító új kezelési módszereket vezetnek be folyamatosan. Szakdolgozói szempontból nem mondhatom, hogy szerencsések vagyunk, hiszen a legújabb ismeretekkel rendelkező szakorvosokkal vagyunk körülvéve, akik a mindennapi munkánk során nagyon sok információval ellátnak bennünket, és tényleg mondhatom, hogy a legfrissebb információk birtokába is kerülnek ezáltal. Mint minden egyetemi központnak, így a DEOEC anesteziológiai tanszékének is feladata, hogy magas szintű kutatói tevékenységgel hozzájáruljon a szakma fejlődéséhez. A tanszék e feladatának önálló doktorandusz programokkal igyekszik megfelelni. Ennek irányítását is rendszeresen koordinálja a DEOEC új elnöke, akinek segítségével eddig 6-an szereztek PhD fokozatot. A cím következő várományosa Nemes Réka, aki a különböző ideg- és izomrendellenességek kialakulását kutatja az intenzíven fekvő betegek esetében. Nekem ez a kettőség, hogy kutatás és betegellátás, tehát ez együtt jelent egy egészet. Tehát nyilván a betegellátásnak is megvannak a fárasztó oldalai vonatkozásai, abban is el tud fáradni az ember, és olyankor a kutatás egy kicsit tud lendíteni. Viszont a kutatásoknak is van egy olyan fázisa, amikor az ember úgy egy kicsit leülepedik a téma, nem tud előre mozdulni, és olyankor meg a betegellátás tud olyan pozitívumokat, meg sikerélményeket adni, hogy ez a kettő nagyon szépen ki tudja egymást egészíteni. Mennyire tudja neked, professzor úr, segíteni a munkádat? Hál' Istennek szinte mindennapi kapcsolatban vagyunk, tehát ő reggel a viziteken mindig ott van, és akkor bármikor fordulhatok hozzá kérdésekkel, tehát így odafigyel arra, hogy zajlik a tudományos munka. Láthattuk, hogy milyen nagy léptékű fejlesztések történtek ugye a tanszéken, tervezne ugye elnöksége alatt a jövőben még egy hasonló léptékű fejlesztéseket. Természetesen a fejlesztés az folyamatos, mondjuk most már más kitekintésben kell a fejlesztésekről gondoskodnunk, és nem lenne elegáns, hogyha csak a saját fejlesztéseim, saját tanszéken fejlesztésében, illetve mint a jó szent, csak magam felé fordulna a keze, tehát ha ebben gondolkodnék, nyilván globálisan kell szemlélni a centrum betegellátásának a fejlődését. De hát mi olyan szakmában dolgozunk, hogyha a társszakmák közül bármelyik fejlődik, akkor az magával húzza a mi szakmánk fejlődését is óhatatlanul. Úgyhogy nyilván párhuzamos fejlesztésekben kell majd gondolkodni. A bejátszásban is láthattuk az egyik fiatal kolléganőjét, aki a tudományos fokozat megszerzésében az ön segítségét kérte. Nagyon sok fiatal kollégának segített már ugye a tudományos fokozatát megszerezni. Miért fontos ön szerint az, hogy ilyen típusú kutatásokban, ilyen típusú munkában a fiatalok részt vegyenek, vagy akár az idősebb kollégák is? Szerencsém van, mert egy nagyon jó iskolában, ahogy szokták mondani, egy jó istállóban nevelkedtem. A Molnár professzor úr és aztán a Csiba professzor úr által vezetett neurológiai klinika nagyon sok energiát fordított arra, hogy a tudományos fejlődés
tovább menjen a klinikai betegellátás mellett. Tulajdonképpen ott szívtam magamba azt a szellemiséget, ami arra sarkalja az embert, hogy a mindennapos betegellátás során felvetődő kérdéseket igyekezzen megoldani, igyekezzen a betegellátást a saját kutatási területével továbbfejleszteni. Éppen ezért az anesteziológiai tanszéken számos olyan kutatási munkacsoportot hoztam létre, amelyet az altatorvosás meg az intenzív terápia különböző területeinek klinikailag is fontos kérdéseivel foglalkoznak, és most már azt mondhatom, hogy így 10 év után ezek a munkacsoportok megerősödtek, és nemzetközileg is meghatározó publikációs tevékenységet folytatnak. És látom a munkatársaimon, fiatalabbakon is, idősebbeken is, hogy ez olyan tartást ad nekik a mindennapi munkájukban és a kollégákkal való kommunikációjukban, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog. Arról nem is beszélve, hogy a mi szakmánk pontosan olyan, amelyben sokszor egész éjszaka beteg mellett ülve, sokszor óhatatlanul tragédiákat megélve a kiégés elkerülhetetlen. Ennek a kiégésnek a megelőzésére vagy ellensúlyozására valami kis endorfin felszabadító tevékenység, azt hiszem, hogy óhatatlan, mert különben minden nap meghalnánk a betegeinkkel együtt, vagy minden nap szenvednénk a betegeinkkel együtt. Azt gondolom, hogy így sem kerülhető el, hogy hazavigyük a lelkünkben a betegeink bajait. Milyen a szakmai felkészültsége az egyéb tanszékeknek, mit tapasztalt az átadás átvételkor? A Debrecen Egyetem Orvoscentruma azt gondolom, hogy jelenleg az országnak a legerősebb betegellátó helye, legszélesebb profillal is rendelkezik, és a műszeres, infrastruktúrális háttere, illetve a kollégáknak a tudásszintje a nemzetközi szintre emeli. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból egy nagyon szép örökséget vettem át, és nagy kihívás egyébként, hogy ezt ugyanezen a fejlődési pályán tudjam tartani. Ha már a kihívásokat emlegette, ugye 2 éve önt az egészségügyi kollégium elnökének is megválasztották, ugye 60 tagot számol ez a szervezet. Mi pontosan a szervezet feladata? A szervezet feladata tulajdonképpen az egészségügyi tárcának, tehát az EMMI egészségügyi államtitkárságának a szakmai tanácsadó testülete, az egészségügyi szakmai kollégium. Ebben nagyon nagy szerepe, vagy nagyon nagy lehetőséget kaptam, hogy ugye ez valamennyi egészségügyi szakmának az irányítását, a struktúrált alakításban a tárca részére a tanácsadó tevékenységet jelentette, és ezáltal egy nagyon széles, az egész magyar egészségügyre való rálátást kaptam, amiben természetesen akkor klinikai centrumelnök helyettesként igyekeztem elhelyezni a saját centrumunkat is, de óhatatlanul rápillantott az ember a magyar betegellátás egészének a gyenge pontjaira, a fejlesztendő pontjaira és az erősségeire is. Ugyan tudja majd a két elnökséget összeegyeztetni ön szerint, mert hát azért mind a kettő teljesen vert kíván. Ugye minden ilyen kihívásnál az embernek mérlegelnie kell, hogy mennyi ereje van az adott feladat ellátására. A szakmai kollégium részéről ugye már most 2,5 éve dolgozom, és ott kialakultak most már olyan kommunikációs stratégiák, illetve olyan mindennapos automatizmusok, amelyel a szakmai kollégium munkáját egészen jól sikerül most már koordinálni. Természetesen nem egyedül nekem, hanem egy mögöttem álló csapatnak, aminek egy része a GMC, a másik rész pedig az államtitkárságnak az egészségpolitikáért felelős osztálya. A feladat nagyja egyébként 2012-ben volt a szakmai kollégium részéről, amikor az egészségügyi struktúra átalakítás folyt, akkor valóban
éjszakákig, menőkig nagyon sokszor próbáltuk hozzáalkalmazni a új struktúrához a betegellátás feladatait. Most már azt gondolom, hogy ez emellett a centrumelnöki feladat mellett ez jól ellátható. Persze nem tudok mindent tovább csinálni azáltal, hogy elnök lettem. Én néhány hónappal ezelőttig még hetente egy ügyeletet csináltam az intenzív osztályon. Ezt valószínű, hogy legfeljebb csak szabadságolási időszakokban fogom tudni bevállalni. Ezt hogyan éri meg? Hát önnek nagyon fontos bejátszásunkban is lehetett látni, hogy napra kész azért a betegeinek az állapotával kapcsolatosan. Ez nagyon fog hiányozni a ügyelet. Azt is tudni kell azonban, hogy egy ügyelet alkalmával az gyakorlatilag egy 24 órás munkavégzés, és az elnöki feladatokat másnap is el kell látni. Ezt már energiával valószínű, hogy nem lehet bírni. Azt gondolom, hogy a mindennapos betegellátást azzal fenntartom, hogy én minden nap valamennyi intenzív osztályon levizitelek, minden betegnek a sorsát személyesen ismerem, konzultálok a munkatársaimmal a döntésekkel kapcsolatban, lehetőséget adok a munkatársaimnak, hogyha konzultációt igényelnek, elérhető vagyok a nap 24 órájában, de hát ennyit bírok. Ha ad a Jóisten több erőt hozzá, akkor majd többet is fogok. Érjünk vissza egy kicsit ugye az OEC-re. Milyen állapotban van az intézmény gazdálkodása? Az intézmény gazdálkodása stabil. Évek óta stabilnak mondható, aminek azért örülünk, mert ugye mindenki hallja a sajtóból, hogy zárolások vannak a felsőoktatásban. Mindenki hallja a sajtóból, hogy a betegellátásra szánt magyarországi GDP a többi országokhoz képest alacsonyabb, és ebben is bizonyos korlátozások vannak. Ennek ellenére a centrumnak a gazdálkodása évek óta stabil, és ezt láttuk a 2012-es költségvetési beszámolókor, és stabilra tudtuk megtervezni a 2013-as költségvetést is. Azt azonban látni kell, hogy egy ilyen orvoscentrumnak azért is kell egységben dolgozni a betegellátásnak, az oktatásnak és a kutatásnak is, mert egy orvoscentrum a fenntartáshoz szükséges összegeket négy forrásból kapja. Kapja egyrészt az OEB-ből a betegellátásért, kapja másrészt a oktatási tárcától a magyar hallgatókért kapott mondjuk így fejkvótáért, és a harmadik nagyon fontos forrás a térítéses betegellátás, illetve a térítéses orvosképzés forrása, amit óhatatlanul, ahogy csökkennek az egyéb hazai források, bele kell, hogy forgassunk a betegellátásba is. És a negyedik forrás a kutatási aktivitásunk, a DOEC a legutóbbi időszakban nagyon aktív pályázati aktivitást folytatott a jelentős tudományos tevékenységének tekintettel, a jelentős tudományos tevékenységére nagyon sikeresen is pályázott kutatási forrásokra. Tehát ez az a négy gazdasági forrás, amelyből nekünk gazdálkodnunk kell. Ha ebből bármelyik kiesik, az oktatásnak, az orvosképzésnek és a betegellátásnak a veszélyeztetettségét fogja jelenteni. Ezért kardoskodunk mi amellett, hogy az orvosképző helyekben ezt a négy feladatot közösen kell ellátni. Milyen fejlesztési tervei vannak, hogyha négy év múlva itt ülünk, akkor miről számolna be legszívesebben nekünk? A fejlesztésekben a közkórházi funkció mindennapos szükségszerű fejlesztése mellett azokat a kiemelt funkciókat kell fejlesztenünk, ami a regionális feladatból származik. A kiemelt funkciónak tekintem a nagyon erős onkológiai ellátásunkat, a kardiológiai ellátásunkat, a stroke ellátást, a szívsebészeti ellátást, amelyek olyan specifikumok, amelyek a régióban csak itt történnek, vagy ilyennek tekintem az idegsebészeti ellátást, ami nem csak a régióban egy kiemelkedő ellátóhely, hanem például gyermekidegsebészetben az országnak a vezető ellátóhelye. Az idegsebészethez csatlakozó a gammak és
tevékenység, amelynek szintén bővítenünk kell a profilját. Úgyhogy számos olyan magas progresszivitású ellátás van, amelyben folyamatos fejlesztési igény van, és folyamatos fejlesztési szükségszerűség is van. Sok erőt kívánunk ehhez, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy fogadott itt minket az új dolgozó szobájában. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, találkozunk legközelebb is, viszontlátásra.